Köszöntöm Önöket, Vogyarák Anikó vagyok. Robert Fico volt a szlovák kormány koalíció kohéziós ereje. Mi lesz Magyarország szövetségesével a merénylet után? Erről is beszélünk a mai adásban, de előtte természetesen belpolitikával foglalkozunk majd. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke lesz majd a vendégünk, aki úgy fogalmazott, hogy a csodafegyvereknek vannak határai, nyilvánvalóan Magyar Péterre gondolt. Átvesszük majd azt, hogy a súlyok ügy mennyire ütötte át az érdeklődést, egyáltalán mire lehet számítani a következő másfél hétben, és Magyar Péternek érdeke vitákra járnia. Tartsanak velünk! Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke vendégem, köszönöm, hogy itt van most is. Jó napot kívánok! Már majdnem teljesen véghajrá, 2 hét van, másfél hét van a választásig. Jelenleg hogy tűnik, mennyire lett fölkavarva az állóvíz, például mondjuk egy súlyok ügye? Hát szerintem a súlyok ügye kevéssé, mert érteni vélem a DK azon törekvését, hogy valahogy föl kell menni a színpadra, és ugye erre a színpadra nehéz most fölmenni, mert ugye nem arról szól a színpadi szerep, amiről gondoltuk, hogy szólni fog, hogy Európai Uniós választások, meg önkormányzati választások, hanem Magyar Péterről szól a történet. És a Fidesz próbálkozik ez a Háború és béke című háromkötetes nagyregénnyel, és ehhez képest keresi a DK, hogy hogyan tud ő is fölállni erre a színpadra. Tehát a törekvést értem, csak ugye ez megint olyan, ami... nincs ez napirenden. Tehát a köztársasági elnök kérdése, mint hogy a köztársasági elnök választása sem volt, ugye egy közvetlen választása, ugye a legnagyobb morális válság kellős közepén előállni azzal, hogy közvetlenül választjuk a köztársasági elnököt, és erre megpróbálni tüntit szervezni a parlament előtt, hát azt láttuk, hogy mit eredményez. Most is egy kicsit úgy érzem, hogy miközben mondom, a célt értem, az eszközt abban az értelemben nem tartom jónak, hogy ami most van, az nem erről szól. Tehát, és annyi ereje nincs ennek a történetek, annyi nincs ebbe, egy 25 évvel ezelőtt történt valami, valakik csináltak egy szerződést, ki, miért, merre, nem is lehet nagyon érteni. Tehát nem gondolom azt, hogy ez áttörne. Azt a bizonytalanságot fokozhatja, hogy hát azért az Orbánék körül az emberek sokan nincsenek rendben. Itt van például ez a most már ugye a harmadik köztársasági elnök, akivel láthatóan, aki körül lehet problémát keresni, volt egy hírhamisító, nem is hír, bocsánat, hírhamisítók, azok máshol vannak, hanem egy diplomahamisító kollega, aztán volt egy, nem az enyém, de politikai értelemben egyszer volt, ugye volt egy, most legutóbb egy kegyelmi ügyekben rosszul vállalhatatlanul belenyúló, és most minthogyha azért a súlyoknak volt már egy problémája ez a, hogy akkor hogyan látta ő az apukáját, amit emberileg persze az emberért láthatja máshogy az apukáját, mint valójában, de azért ha az ő pozíciójában, az ő múltjával, azért az ember megnézi azt, hogy na, ténylegesen, hogy is van a család, ez elvárható lenne. És most van ez az újabb történet, de nem, még egyszer mondom, nem hiszem, hogy ez itt és most ebben az utolsó tizednéhány, aztán csak 12 napon át tudna törni, de a, hát valamennyire azért mi is erről beszélünk, tehát ebben az értelemben azért működik egy kicsit a dolog. Igen, csak szerintem abból a szempontból beszélünk mi erről pont, hogy úgy tűnik, hogy ez nem ütötte át azt az inger küszöböt, ami... És akkor ez egy jó kérdés, hogy ami elvárható lett volna a DK szempontjából, vagy van olyan hang is, aki azt gondolja, hogy igazából ez az egész ügy, ez a saját DK szavazóknak szól inkább, mert hogy a magyar péterezés, vagy az, hogy ne menjenek át a magyar péterez, az nem jött be, és kellett egy olyan ügy, amivel megmutatja a DK azt, hogy nekünk is van ügyünk, nem csak Magyar Péternek. Így van, ez erre jó, most azt nem tudom, a székének gond, nem tudom belegondolni magam egy DK szavazó helyzetébe, hogy egy DK szavazóra hogyan hat. Ez abban az értelemben talán, ugye az, hogy egy kampány végén mindenki a saját szavazóival foglalkozik, ez rendben van. Tehát azt gondolom, hogy ez helyes, én magam is voltam kampányfőnök egy nem létező, ma már nem létező pártnak hosszú ideig, tehát azt tudom, hogy az utolsó 1-2 hét már arra való, hogy megpróbáljuk elvinni a saját szavazókat. És ebben az értelemben persze az is fontos, hogy a Magyar Péterhez legyen viszony, de láttuk, hogy talán tegnap, de lehet, hogy ma rontott neki Gyurcsány durván magyarnak, ennyire durván eddig még nem volt a neki rontás, vagy akár sem Gyurcsány részéről, mert Molnár Csaba azért próbálkozott eddig is, de tehát azért ez nem tűnt el ettől, de kétségtelen, hogy valahogy tényleg az a kérdés, hogy a meglévő DK szavazókat, hogyan lehet ebben a nehéz helyzetben elvinni, szavazni. Ebben érdekes módon segít Magyar Péter is a DK-nak, mert azzal, hogy
nincs lefutva a választás eredménye. Tehát ha január végén beszélgettünk volna, akkor azt mondta volna, hogy hát ez egy tét nélküli választás, mindenki tudja a végeredményt, az ellenzéknek nagyon nehéz lesz elvinni a saját szavazóit szavazni, mert miről szól ez. Most azonban attól, hogy az egész magyar politikai élet ilyen izgalomba került, izgalmi állapotba jött, mindenki föl van ajzva, ez a DK szavazókat is ebbe az izgalmi állapotba hozza, és akár azt is eredményezheti, hogy ők is elmennek, és ebből a szempontból ez szerintem egy fontos politikai termék a baloldali blokk létrehozása. Mert az olyan, ami egyrészt hosszabb távon is működni tud, másrészt pedig mégiscsak azt mutatja az elkötelezett baloldali szavazóknak, hogy ezek legalább összeállni összetudtak, hogy ezek legalább megkísérelnek alternatívát nyújtani, és miután látható a Magyar Péternek nem szándéka a baloldali szavazókat megszólítani, sőt ennek az ellenkezőjét mondja mindig el, hogy ő egy jobboldali ember, jobboldali szavazókra számít, ugye mindenkire számít, de azért alapvetően egy jobboldali projektet visz. Ez egy kicsit segíthet annak abban az értelemben a DK-nak, hogy az ő szavazóikra is ez hathat, hogy talán nincs lefutva minden, érdemes elmenni. Nem egy csoda fegyver ez, de itt akár néhány tízezer szavazat is számíthat a végeredménye. Ugye nyilván az, hogy ki lesz itt a végén kihirdetve győztesnek, tehát kiről gondoljuk azt, hogy ő nagyon jól szerepelt, ez nyilván mindenki ezt fogja majd mondani, de azért hát nyilván legkönnyebb helyzet ebből a szempontból a magyarnak van, hiszen ha ő neki két képviselője lesz, szerintem több lesz, de ha kettő, akkor is azt tudja mondani, hogy hát én azért nagyot nyertem, két hónapja se tudtátok, hogy én vagyok, és itt ülünk ketten, vagy ha ő nem megy ki, akkor másik ketten, akik az Európai Unióban képviselik a Tisza pártot. Tehát neki lesz a legegyszerűbb. A DK-nak ennél sokkal bonyolultabb helyzete van, mert az ugye az a Gyurcsányi projekt, hogy mi leszünk a legerősebb, hogy ez arról szól ez a történet, hogy mi leszünk a legerősebb párt, ez már rég megbukott. Tehát ez a magyar megjelenésével megbukott, ma már nem ez a tét. Ma már azt szerintem föl sem merül, hogy a DK-MSZP párbeszéd 3-as a második legerősebb párt legyen ebben a történetben. Ez majdnem biztosan mondható, hogy a Tisza párt lesz. Ráadásul önmagában is az, hogy hozzám, már Gyurcsányhoz igazodik az egész történet, ez is megszűnt létezni. Tehát ilyen értelemben ez a projekt megbukott. Az a projekt azonban még nincs levéve a színpadról, hogy a baloldali szavazóknak tudhatnak ez a szövetség, ha meg tud maradni, ha oda tud figyelni egymásra, ha tud építkezni, és ez június, nem június 9-én, hanem utána fog eldőlni, akkor lehet ez egy baloldali alternatíva. Említette a Gyurcsány posztját igazából, amelyben ugye hosszasan értekezik, és körülbelül azt az eredményt hozza ki, hogy egy piramis játékoshoz hasonlítja ugye Magyar Pétert, és hogy nem lehet tudni igazából, és szerinte a következő időszakban a választási ki sem derül, hogy mi az ő szándéka valójában, de biztos, hogy nem lesz jó, tehát körülbelül ilyesmit ír róla, és eddig ő egyébként Magyar Péter nevét a szájára sem vette, sőt, minthogyha azért azt tapasztaltuk volna, hogy inkább Dobrev Klára van ugye előtérbe nyomva, vélhetően tudatosan ebben a kampányidőszakban. Az, hogy ő most megszólalt, és markánsan megszólalt Magyar Péter kapcsán, az is ennek az erősítése? Igen, nyilván ők is érzékelik, meg biztos mérik is, gondolom, hogy megérintette őket is a Magyar Péter, mint alternatíva, tehát nem csak a kis pártoktól viszel szavazatot, tehát a hiba a bejutási küszöb körül vagy az alatt lévő pártoktól, hanem a DK-MSZP párbeszéd szövetséget is abszolút megérinti ez a történet. Szerintem a Fideszt is, de talán majd erről még tudunk beszélni. Tehát valamit kezdeni kell ezzel, nem biztos, hogy én ezt kezdenék vele, de hát nem én vagyok az ország szerencséjére Gyurcsány Ferenc helyzetében, meg az én szerencsére. Tehát az, hogy itt valamilyen módon el kell különülni, el kell határolódni, meg kell próbálni a szavazókat körbekeríteni, hogy azért mi vagyunk itt nektek a megoldás, DK-sok, nehogy azt gondoljátok, hogy a messiás az, aki a ti megoldásotok. Erre valamit mondani kellett, hogy még egyszer mondom, hogy így, meg ekkor, meg azt nem tudom, ezt majd meglátjuk, de hogy valamit tenni kellett ez ügyben, az biztos, és ugye a köztársasági elnök megtámadása is ugyanebből keletkezik, és hát ugye látjuk, hogy szó sincs az Európai Unióról, tehát egy olyan kampányban vagyunk benne, amiben se az önkormányzatokról, se az Európai Unióról nincs szó,
Már az önkormányzatoknál talán annyival jobb a helyzet, hogy helyben azért folynak kampányok, mert az a fővárosban is más a helyzet, mert azért itt van egy fővárosi érzékelhető kampány, de összességében azért hát nagyon-nagyon kevés szó esik az Európai Unióról, és azt gondolom, hogy a csütörtöki M1-es vita sem az Európai Unióról fog szólni. No, akkor menjünk a vitára, hiszen nyilván erről is kell beszélnünk. Hetek óta tartott a vitáról való vita, ki megy, ki nem megy. Most akkor jelen állás szerint, ugye ezt kedden rögzítjük ezt a beszélgetést, úgy tűnik, hogy mindenki elmegy, de a Kutyapárt egy humoristát küld, de Donát Anna nem írta alá azt a nyilatkozatot, amit alá kellett volna írni, és mégis elmegy. Magyar Péter jelen állás szerint azt mondja, hogy elmegy, aztán persze lehet, hogy utolsó pillanatban meggondolja magát, de azt mondja, hogy ő arról beszél, amiről majd akar. Mi értelme egy ilyen vitának? Önmagában az, hogy van, szerintem ez egy komoly dolog. Tehát 14 éve nincs Magyarországon többek között ezért finanszírozott köztelevízióban politikai vita egyáltalán, ami én vérlázítónak tartok. Tehát az, hogy a közszolgálati televíziónak nevezett párttelevízió végre elérkezik oda, hogy legalább lesz valami, szerintem ez fontos dolog. Nagyon sokan meg fogják nézni ezt a műsort, nagyon sokaknak most lesz először látható, hogy kikről van szó. Tehát hiába van teleragasztva az ország plakátokkal, ez nem ugyanaz, mint hogyha én egy műsorban láthatom, hogy ő az a hölgy vagy úr, aki a listavezető, ugye most pont a kutyák esetében nem így lesz, de a többieknél ez, amennyire most látjuk, így van. Ez egy katyvasz lesz, amit látni fogunk. Tehát a feltételek ismertetésével, ami megint egy abszurd játszma. Tehát az, hogy a magyar televízió nem képes arra, hogy leüljön ezekkel az érintetekkel, legalább egyszer konzultálni, hogy mit gondolnak. Mert egy ilyen vita az úgy, én magam sokszor részt vettem kampányfőnökként annak idején ilyen viták előkészítésében, és ilyenkor behívja az érintett közmédia a szereplőket, és megbeszéli velük, hogy milyen feltételekkel. Gondolom az ATV is ezt csinálja, amikor szervezi mondjuk a főpolgármester jelöltek vitáját, vagy legalábbis konzultál. Nem biztos, hogy a magukkal a jelöltekkel, de hát a kampányfőnökökkel, a csapatból, azzal, aki ezzel meg van bízva. A vita a vitáról egyébként egy nagyon hálás téma, mert ugye nem kell megnyilatkozni, nem lehet lebukni, viszont nagyon jól lehet tematizálni, hogy akkor ki megy el, ki nem, ki mit gondol erről. Tehát ez egy hálás téma. Tehát még egyszer mondom, én fontosnak tartom, hogy van, nem lesz ez egy valódi segítség a választóknak abban az értelemben, hogy ezek a viták arra valók, és ez a kötelezettsége, még egyszer mondom, a közmédia mindegyikének, hogy segítsék a választókat abban, hogy kire szavazzanak. Ez amit a Magyar Televízió vezetése kitalált, mint megoldás, ez teljesen alkalmatlan erre, tehát az, hogy valakinek van 7 perce, 1 perce van reflektálni, hát ez teljes abszurditás. Hát, és megmondják, hogy miről ráadásul, ilyen nincs. És abba biztos vagyok, hogy senki nem fogja, a magyar már megmondta, hogy nem fogja betartani, szerintem a többiek sem, majd biztos Dajcs Tamás nagyon fegyelmezett lesz, hiszen ő hazajön, tehát neki nem lesz ilyen problémája. Ugye lebukni nehéz ebben, tehát miután ez egy ilyen kavalkád, ezért igazából veszíteni nem lehet. A magyar is végül is szerintem azért ment be, mert ugye neki egy valódi vicca szituációban lehetett volna veszíteni, nem tudom, hogy vesztett volna, de kockázata van. Orbán azért nem jár ilyen vitákra, mert kockázata van számára. Ugye láttuk, akár ugye 2002-ben és 2006-ban is a választás elvesztésében fontos szerep volt az, hogy kiállt vitára. Akkor ő eldöntötte szerintem, hogy ő többet ebből nem kér. Itt is a magyar egyik fontos vonzó, nem azt mondom, hogy legfontosabb, de egy fontos vonzeleme, hogy nem tudjuk, hogy ki ő. Na most egy ilyen vitában kiderülhet, és lehet, hogy vannak, akiknek az derül ki, ami nem gondolnak, vagy nem úgy gondolják, vagy egy negatív. Tehát ő neki csak akkor volt, akkor szabadott elmennie, ha ez ilyen. Ha mondjuk az lett volna, hogy a három leginkább esélyes pártnak van, és a többieknek van aztán egy másik, akkor azt gondolom, hogy nagyon nagy kockázat. Simán megnyerhette volna, tehát ezt nem tudom. Tehát nem akarok ebben prejudikálni, mert ezt most nem fog kiderülni. Tehát önmagában kicsi a kockázat, egy kicsit valamit segít a választónak, mert látja, hogy kik ezek az emberek, érzékelt, van humorérzékük, hogy tudnak beszélni. Tehát ezek azért nem lényegtelen dolgok. Egy picit segíthet, de nem fogja megoldani azt a problémát, hogy én kire adjam a voksomat, ha nem tudom. Ugyanakkor az is igaz, hogy a bizonytalanokra persze nem nagyon számíthatunk ezen a választáson. Nagyon magasra mérjük a részvételi hajlandóságot, szerintem nem lesz ilyen magas.
olyan magasra, mint amit a parlamenti választásoknál szoktunk, szokatlanul magasra. Ugye a Magyarországon az Európai Uniós választásokon 31 néhány és 42 között volt eddig a részvételi hajlandóság. Ez most nyugodtan fölmehet akár 55-re is, vagy 60-ig, nem, elnézést nem akarok, jó, majd meglátjuk, de magasabbra, de azért nem lesz 70, mint most az emberek 80-valahány százaléka azt mondja, hogy elmenne szavazni, emiatt az izgalmi állapot miatt. Tehát a tét nagy, de azért nem ekkora. Ennek következtében olyan nagyon nagy jelentősége nem lesz a vitának, de fontos, hogy lesz, és lesz körülötte egy nagy paláver, mert ugye a kutyák kint mikrofonba, ilyen Hyde Parkot játszanak, a Magyar Péter odahívta az embereit, nem tudjuk mennyien, akár nagyon sokan is odajöhetnek, adott esetben 10-20 ezer ember, ami egy kis hely, tehát ugye ez ott nem egy komoly nagy hely. Úgyhogy ilyen értelemben egy érdekes helyzet lesz ez az egész történet, de nem fogja megoldani azt, amire ez való. Magyar Péter kapcsán azért nem csak Magyar Péterről nem feltétlen tudja mindenki, hogy kicsoda, hanem igazából ugye a jelöltekről sem. Nem láttunk még igazából mondjuk televízió műsorokban EP jelölteket megnyilvánulni. Van egy podcast, amiben őket így bemutatják körülbelül, de olyan, mintha tudatosan távol lennének tartva attól, hogy egyáltalán kérdéseket kapjanak. Igen, ugye a magyar jelenség most egy one-man show-ként működik, és ebbe is nagyon komoly érdeke fűződik Magyar Péternek, hogy ez így is maradjon. Ugye, mert hogy a körülötte lévő emberek hibázhatnak, akár olyan hibákat is elkövethetnek, mert ugye ő se tudja szerintem, hogy kik ők. Tehát nem csak mi nem tudjuk, hanem ő se, kik azok, akik ott oda kerülnek. Hallottunk már olyat, hogy aki rajta van a Magyar-Európai Uniós listáján, hogy ő nem is a néppártba ülne be, hanem a nem tudom én hova, a zöldekhez talán valaki ezt mondta valami háttérbeszélgetésen. Tehát, hogy ugye itt egy fordított történetet látunk. Általában a politikában az úgy szokott lenni, hogy létrejön egy kis közösség, elkezd politizálni, elkezd növekedni, annak összes előnyével és hátrányával, konfliktusaival, megválasztja a saját vezetőjét, azonnal kitermeli az ellenfelét is a saját vezetőjének, akit nem választottak meg, ha ott bent demokratikus verseny van. Tehát, hogy egy közösségre épül a történet. Itt most fordítva van, nincs közösség, hanem van egy ember, aki megjelenik előttünk, mint a remény megtestesítője, és majd aztán kiépülhet ez a közösség. Igazából a Magyar Péter jövője attól függ, hogy ki tud-e majd építeni ő is a környezete egy valódi pártot, egy valódi közösséget, ahol már számon kérhetőek azok, hogy ki kicsoda és mit akar. Ugye, ha megnézzük a fővárosi listát, ugye akár 4-5 képviselő is bekerülhet, hogy ne csak az Európai Uniós, 4-5 képviselő is bekerült a Tisza párt jelöltjeként. Kik ők? Mit akarnak? Biztos, hogy ezek az emberek összetarthatóak? Biztos, hogy ez, mert egy pártnál azért annak van kockázata, valaki kiszavaz egy pártból, ha nem a közösséget képviseli. Ugye van a közösségnek egy álláspontja, én magam 16 évet töltöttem a parlamentben, nagyon sok szavazáson résztvéve, és hát egy csomó esetben ugye nem megvitattuk, és aztán eldöntöttünk, hogy hogyan szavazunk, és úgy szavaztunk. Mert egy közösséget alkottunk, jót, rosszat, de végül is egy közösséget, és akkor szűnnek meg ezek a pártok, amikor ez a közösség fölbomlik. Tehát nem attól szűnnek meg, mert kevesebb a szavazatuk, hanem amikor ez a belső kohézió megszűnik. De itt nincs ilyen. Ezért nagyon érdekes, hogy lesz-e, mert kell, hogy legyen, nem fog tudni működni. Tehát most ez június 9-ig elmegy így, de utána meg kell szervezni azt a fajta pártalakulatot, ami bizonyos értelemben gát is, mert ugye lehet szívni XY ellenzéki pártot, hogy miért nem ezt csinálja, de azért nem, mert belül nem így gondolják. Mert belül valahogy másképp gondolják. Gondoljunk abba bele, hogy ma a Donát Anna, aki ugye a legfőbb megváltója most a Momentumnak, 2 évvel ezelőtt nem választották be az elnökségbe se. A 2022-ben tehát hogy ez nagyon változó ez a helyzet, és itt ezzel nem kell szembenézni, de majd szembe kell. Addig azonban nem tudjuk, hogy kik ők, és addig az a jó magyar félre projektnek, hogyha nem tudjuk. Tehát szerintem nem fogjuk megtudni, bár mintha június 8-i rendezvényen lennének majd terv szerint más beszélők is, de ott már nem nagy a kockázat, mert ugye az már másnap van a választás, de mintha ott talán Nagy Ervintől hallottam, hogy ott ő is fog a magyar kultúra megmentéséről beszélni, amit nagy érdeklődésre fog hallgatni, és talán akkor mások is. De azért ez egy nagyon tudatos projekt, hogy ez most Magyar Péterről szól, akiről szintén nagyon keveset tudunk. Tehát, hogy a dolog az azért leginkább
ez, ilyen nem hiszem, hogy igaza lenne Gyurcsánynak, hogy itt egy fideszes trolló lenne szó. Én szerintem többről van itt szó, bár nagyon sokat segít magyarnak az, hogy ő belülről jött. Ezért hitelesíti mindazokat, amiket azok, akik nem a Fideszben gondolkodnak, gondoltak a Fideszről. Tehát én természetesen nem Magyar Pétertől tudtam meg, hogy ki Barbara, Ádám meg Tóni, de attól, hogy ő mondja, aki belülről jött ettől, most azt gondolom, hogy hát igen, jól tudtam én eddig. Tehát ez azért működik valamennyire. Minden olyan elem, ami egyre több információt ad, az egyre több problémát jelent. Azért magyar hibázott már az elmúlt időszakban. Gondoljunk csak abba bele, hogy ahogy nekirontott a Momentumnak, teljesen igazságtalanul, ugye ez egy súlyos hiba. Miért? Ugye a Momentum a olimpiánál nem népszavazásra gyűjtött aláírás. Nem azt mondta, hogy ne legyen olimpia, hanem azt mondta, hogy legyen erről népszavazás. Ezt mondja Magyar Péter is. Hát hogy lehet erre azt mondani, hogy ez nemzetellenes lépés volt az olimpia megakadályozása? Nem az olimpiát akadályoztak meg, hanem azt mondták, hogy erről legyen népszavazás. Sorosnak való nekirontása is, ugye demens fénembernek titulálja 8-10 évvel ezelőtti Sorost, én 8-10 éve találkoztam nem egyszer Soros Györggyel, és sok mindent el lehet róla mondani, de az, hogy demens fénember lenne, akit úgy tolnak fel a színpadra, az biztos, hogy nem lehetett róla elmondani. Ezek azért olyan hibák, amik adott esetben vesztességet is jelenthetnek, hiszen a magyar nem a fideszes szavazókra játszik. Azok nem fognak átmenni hozzá. Hanem mire és hogyan hat ez a Fideszre? Igen, szóval jelenleg a Magyar Péter... Tehát nem az ellenzék, nem a Fidesz... De a Magyar Péter szavazói azok leginkább ellenzéki szavazók lesznek. Azt azért látjuk, csináltunk mi is ilyen kutatást, másodközően kutató is, ezt meg lehet kérdezni, hogy kire szavazott előtte, milyen preferenciája volt, és azt látjuk, hogy egyrészt van egy körülbelül egyharmadnál egy kicsit kevesebb szavazó a magyarnál, akik a bizonytalanoktól jön, de azok nem a klasszikus értelmet bizonytalanok, hanem olyanok, akik már eljöttek, tehát azok, akik politikailag aktívak, de már egy éve a gazdasági helyzet sok minden miatt kevered, az ellenzéki elvárások nem teljesítése miatt kavarodtak, keveredtek valahol. Tehát azok nem a klasszikus bizonytalanok, akik az utolsó pillanatban döntik, hogy egyáltalán elmennek szavazni. Ezek politikailag aktív közösséget, vagy nem közösséget, szavazó bázist jelentenek. A többinél azt láttuk, hogy leginkább a kis pártok, tehát a Momentum, a kutyák, akik, és az összes többi, tehát ez a néhány százalékos pártok, már föl se tudom sorolni őket, akik eltűntek a porondról, szegények. Tehát ugye, most nem kell őket persze sajnálni, de ugye a Vona pártja, a Márki Zaj pártja, a Jakab pártja, ugye próbálom összeszedni a Jobbik, volt Jobbikos, a Jobbik, igen, tehát ugye azért ez összességében, ha most mindegyiknek 2-3%-ot számolok, azért sok. Tehát ugye az már 12-15%-nyi szavazó, aki ott földgyűlő, aki politikailag aktíva, keresték a megoldást, és megtalálták magyarban. Azért ezek mind-mind ott meg tudnak jelenni, de abban az értelemben érinti szerintem ez a Fidesz is méghozzá nagyon keményen, hogy míg a magyar félre jelenség az ellenzéki oldalon jelentősen megnöveli a részvételi hajlandóságot. Tehát ugye van tét. Ugye azt gondoltuk január végén, hogy ennek a választásnak nincs tétje, Orbánnak lesz 13-14 vagy akár 15 képviselője is, ha így megy tovább a dolog, és az ellenzék osztozik a maradékon, hogy milyen arányban, nem mindegy, de mindegy. Talán eldől az, hogy tényleg a Gyurcsánynak majd van 3 vagy 4, a többi meg vagy kap, vagy nem. Ugye nyilván kevesebb, nyilván az MSZP-nek nem, a Jobbiknak nem. Tehát, hogy nagyjából ez volt a tét. Most ehhez képest megnövekedett a tét, mintha tényleg egy ilyen nagy, mintha kormányt lehetne váltani. Mondják is a politikusok egy része, szerintem nem állítanak igazat, hogy hát majd ha nagyon nagyot bukik a Fidesz, akkor előre, miért lennének előrehozott választások? Hát van 135 képviselő, aki abban érdekelt, hogy ne legyenek előrehozott választások, hogy a fenébe lennének. Tehát ez nem egy valódi helyzet, de az aktivitást az egyik oldalon ez megnöveli, a másik oldalon viszont a Fidesz oldalán meg, hát ha tetszik, lecsökkenti. Ezt próbálja most ellensúlyozni Orbán a furcsa országjárásával, ami csak a sajátjainak szól. Tehát ugye ezek a titkos elmegyek hozzátok titokban, ez arról szól, hogy én nektek ott vagyok, a többiek nem érdekesek. Nem rendezünk tömegrendezvényt, egyet persze kell, mert látni kell, hogy erősek vagyunk, de nem a Hősök terén, nem a Kossuth téren, ott lehet tudni, hogy mennyi ember mennyi, hanem egy olyan helyen, ahol
azt mondunk, amit akarunk. 30 ezerre is lehet azt mondani, hogy 2 millió, nem lesz könnyű, hogy a Budapest befért a Margit-szigetre, úgy, ahogy van szöröstül-böröstül, de hát hallottuk már, hogy a Kossuth téren is volt 2,5 millió ember, egy bizonyos Rákai nevű filmrendezőtől. Tehát, hogy nem véletlen a helyválasztás, a Kossuth tér üres egyébként, lehetne akár azt is használni a Fidesz részéről. Ők is azért bajban vannak, hogy ténylegesen kimegye. Tehát ebben az értelemben igenis kihívás a Fidesz számára, már rövid távon is a Magyar Péter megjelenése. Nem igaz, hogy őket ez nem érinti, még akkor is ezt mondják. Nem véletlenül, ugye elvesztett, ugye három jelszó volt a háború, a gender és a migránsok. A másik kettő eltűnt. Semmi szó sincs róla, hogy arról volt szó, ki volt ragasztva mindenhova, hogy itten borzasztó dolgok történnek, átoperálás óvodába, ugye genderügyben, jönnek a migránsok tömegesen, Európa beengedi őket, és a háború ugye. Csak a háború és béke maradt meg, mint hívószó, mert ugye erre nagyon sokat költöttek 22-ben, és azt gondolják, hogy most is fog működni. Szerintem nem fog annyira működni, mint 22-ben, de valamennyire a sajátjaiknak persze működni fog, miközben végtelenül aljasak tartom, ami történik. Terre ragasztani egy országot háborús plakátokkal, egy olyan országot, ahol néhány százezren élnek még mindig, akik megérték a második világháborút. Egy olyan országot, ahol ha nem is százezer számon, de nagyon sok ukrán menekült, még mindig jó néhány tízezer itt van. Egy olyan országot, ahol a délszáv háború összes borzalmát sokan megélték és itt élnek. Azért ez borzasztó, és végtelenül felelőtlen szerintem, és igazságtalan, hiszen miért lenne háború párti az, aki másképp gondolkodik arról, hogy mit kell csinálni Ukrajna ügyben, mint Orbán Viktor. Igazából igen, nem válasz a végére. Megtippelhető, vagy megtippelhetetlen az, hogy Magyar Péter mekkorát tarol, vagy viszel? Azt hiszem, hogy ennek van egy felső határa. Tehát nem, én azt látom, hogy nem tud ez akármennyi lenni. Tehát pont azért, amit mondtam, hogy azért a törzsszavazók fognak azért leginkább elmenni, azért van egy csomó, ami miatt ez megint nem igen, nem válaszol. Tehát azt gondolom, hogy nem akarnék számot mondani, de nincs, nem lehet ez akármennyi. Tehát nem tud ez 30-szal kezdődni. Tehát 20 lehet, és akkor a sok képviselő, tehát az adott esetben akár 5-6 képviselőt is jelentett, ami nagyon sok. Ugye a Fideszen kívül senkinek nem volt még ennyi képviselője az Európai Unióban, de azért a csodafegyvernek vannak korlátai, tehát nem tudja lesöpörni azt a helyzetet, hogy egyrészt a Fidesz van, a Fidesz úgy tűnik, hogy kimászott abból a februári bénult állapotából mára, amit saját maga hozott saját magának létre, hiszen Magyar Pétert is tulajdonképpen ő hozta létre, és elkezdett működni a gépezet, jelzem megint csak közpénzből, nem a saját zsebből, bár abból is tudna, hiszen Mészáros Lőrinc szakán meg is finanszírozhatna egy ilyen kampány, nem erről van szó, mi finanszírozzuk, de ezzel együtt is azt gondolom, hogy tehát azt nem lehet várni, hogy a Fidesz hirtelen eltűnik, és azért a többiek is vannak. Én egyáltalán vagyok biztos benne, hogy a Momentum például nem tud egy képviselőt bejuttatni. Abban majdnem biztos vagyok, hogy a Mi Hazánknak lesz egy képviselője, mert radar alatt mennek, megvan a saját mikroszövetségük, mikrokultúrájuk, akiket elérnek közvetlenül, vagy akár a közösségi médián keresztül. Tehát azért sok rétűbb lesz ez a kép, nem gondolom azt, hogy itt azért... De nagyon jól fog szerepelni magyar, és aztán majd kiderül egy fél év múlva, hogy mi lesz ebből. Horn Gábor, köszönöm. Én is köszönöm. Termék Balázs a vendégem, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Most már túl van az életveszélyen, kommunikál, de hosszas felépülés előtt áll Robert Fico, úgyhogy először talán egy picit kezdjük innen, hogy az ő hosszas felépülése mit jelent a szlovák belpolitika szempontjából. Ugye ezek friss hírek, hogy hosszantartóan stabilizálták az állapotát, elindult egy javulási pályán, de úgy látják az orvosok, hogy azért tovább tarthat a fölépülése, hónapokat vehet igénybe. A helyettesítést illetően a szlovák köztársaság alkotmánya nem nyilatkozik arról, hogy a miniszterelnöket akadályoztatás esetén kihelyettesíti. Erre van egy úgynevezett hatásköri törvény, amely azonban csak annyit ír, hogy a miniszterelnök helyettes helyettesíthet,
érintheti. Miniszterelnök helyettesből viszont van 4 Szlovákiában. Ugye koalíciós kormányról van szó, 3 párt része a kormánykoalíciónak, mindegyik párt kapott egy miniszterelnök helyettest, de van egy kiemelt miniszterelnök helyettes, Robert Kaliňák, aki ugyanannak a pártnak a tagja, mint Robert Fico miniszterelnök, a SPÁR pártnak a tagja, Robert Ficónak egy nagyon régi, nagyon hűséges szövetségese. Gyakorlatilag ő lesz az, aki ebben az átmeneti időben helyettesíteni fogja a miniszterelnököt, ugyanakkor a politikai felelősséget a kormány testületként viseli, tehát ilyen értelemben nem az van, mint például az Egyesült Államokban, hanem hogy egy-egyben átszáll minden jogkör az alelnökre, hanem itt a feladatkörök ugyanúgy maradnak a kormánynál, és azokat a szükséges lépéseket, amiket a miniszterelnöknek kellett volna megtennie, azokat Robert Kaliňák fogja megtenni. Nyilvánvalóan ez korlátozott, ez a helyettesítési képesség. No, miben korlátozott, vagy mit jelent ez magyarul, hogy bármint, tehát nem lehet meghozni törvényeket, vagy bizonyos törvényeket nem, vagy addig, amíg mondjuk a miniszterelnök nem épül fel, addig politikailag nem hoznak olyan döntéseket? Jogilag és politikailag is korlátozott. Eleve a hatásköri törvényből az következik, hogy a miniszterelnök döntése, hogy mely miniszterelnök helyettesíti őt, ugye Robert Fico el tudja dönteni, úgy tűnik a híradásokból, hogy kilépjen a helyébe erre az átmeneti időszakra. Viszont a jogi kérdések mellett sokkal fontosabb a politikai vetület, ugyanis van egy olyan kormánykoalíciónk Szlovákiában, amely 3 pártból áll össze, és nem a legstabilabb. Ugye Szlovákiában a pártpolitikai szintén nagyon széttöredezett, és már az is nagy eredmény volt a 2023-as előrehozott parlamenti választásokat követően, hogy csak 3 pártból álló kormánykoalíció állt föl, és ezzel már megvolt a kormányzó többség. 79 fős többségük van a 150 fős szlovák törvényhozásban, tehát egy szűk, nagyon szűk többség. És Robert Fico az a személy, aki ezt a viszonylag széttartó kormánykoalíciót nagyon szépen rendbe tudta tartani. Na most, hogyha hosszú időre, nagyon hosszú időre esik ki, akkor a kohéziós tényező esik szét, és veszik el ebből a kormányból, és akkor viszont fölmerülhet, hogy fönn tud-e maradni a politikai egység ebben a kormánykoalícióban. Vagyis igazából Fico egészségügyi állapotán múlik az, hogy jöhet egy újabb előrehozott választás? Azt kommunikálják, hogy minél előbb vissza szeretne térni a munkához Robert Fico. Az, hogy ténylegesen ez mikor fog bekövetkezni, ezt egyelőre még nem tudjuk, azért ez egy orvosi kérdés is, de a kedélyek megnyugtatása, a politika stabilizálása, a belső egyensúlynak a megtartása érdekében ez kell legyen az üzenet, hogy Robert Fico amint tud visszaér, addig is Robert Kaliňák az ő jobb keze hajtja végre a szükséges adatokat, de tény is való, hogy túl sokáig nem maradhat távol, mert az a belső stabilitását veszélyeztetheti a kormánykoalíciónak. Ugorjunk vissza a merénylethez, illetve az elkövetőhöz. Ugye akkor, amikor a merénylet történt, mindent is lehetett olvasni, sőt, utókommunikációban, még hazai pártoktól is, akik meglovagolták igazából az itthoni kampány tekintetében ezt a merényletet, mindent lehetett hallani. A merénylőről is, meg egyáltalán, hogy miért történt mindez. Ma már tisztább a kép? Nagyon zavaros a kép, ugyanúgy, hogy a merénylőnek a személyisége. Ugye eleinte próbálták őt kötni egyik vagy másik oldalhoz, sajtótermékek a világnézeti orientációjuk szerint, de valószínűleg az a teljes kép, hogy egy ideológiailag rendkívül téveigő, egy nagyon sok csoporthoz, irányzathoz is közel álló elkövetőről van szó. Némi zavarodottság figyelhető meg ezen ideológiai elköteleződés szempontjából, sokkal inkább valószínűleg kriminálpszichológiai jelzőkkel, mint a hagyományos politikai jelzőkkel lehetne őt kategorizálni. Én nem látom azt, hogy bármelyik oldalhoz lehetne őt kötni, mert annyi mindenben vett részt, annyi mindent képviselt az elmúlt években, amelyek nem igazán összeegyeztethetőek egymással, és akkor itt van az elkövetés, ami teljesen szokatlan volt Szlovákiában, hogy egy ennyire nyílt politikai merényletet hajtsanak végre az ország legfőbb vezetője, legfőbb politikai vezetője ellen. Ugye itt arról van szó, hogy valaki kilép a tömegből, és vállal vannak minden következményét, teljesen biztos abban, hogy őt ott lefogják, és így gyakorlatilag a szabadsága véget ér gyakorlatilag egész életére, vállalja ezt az elkövetési módot. Ez szokatlan, ugye Szlovákiában
elég gyakoriak voltak az erőszakos cselekmények. Gondoljunk a 90-es évekre, de a 2000-es évek elején is számos leszámolás, gazdasági, de politikai célú leszámolás is történt az országban. Bérgyilkosságok, hidegvérű gyilkosságok, ügyvédeket, gazdasági szereplőket, politikusokat végeztek ki olyan értelemben hagyományos merényletek keretén belül, ahol az elkövető személyazonosság legalábbis egy időre tisztázatlan maradt. Ugye a Kuciák gyilkosság volt az egyik ilyen kiemelkedő erőszakos cselekmény 2018-ban, az oknyomozó újságírót és mennyasszonyát gyilkolták meg hideg vérrel. Szlovákiára sajnos jellemző volt az elmúlt 35 évben ez a fajta erőszakosság. Ilyen jellegű fölvállalt politikai merényletre még nem kerül sor, tehát ez egy novum az ország történetében. A merénylet után azt is nagyon sokan elemzők próbálták összehasonlításképp hozni, hogy Szlovákia milyen szinten megosztott, akár politikailag, mennyire el van mérgesedve egyébként az oldalak közti különbség, és akkor így hoztak hasonlatot Magyarországgal, hogy nálunk is ebbe az irányba tartunk. Ezt hogy látod? Alapvetően más a társadalom, a szlovák és a magyar. Ahogy utaltam rá, Szlovákiában sokkal inkább benne van ez az erőszakosság a mindennapokban. Nem is szükségszerűen a magas politikai szinteken, de itt az alsóbb társadalmi szinteken gyakorlatilag sajnos megszokottá vált az erőszakos cselekmények elkövetése. Magyarországon azért ez kevésbé volt jellemző. A társadalmi polarizáció az nagyon erős, de ugye azt láthatjuk, hogy az elmúlt néhány évben ez nem egy szlovák jelenség, sőt nem is közép-európai, európai jelenség, de ez valamilyen szempontból egy globális jelenség, akár a tömegmédiának az elterjedése is ezt okozhatta. De azt látjuk, hogy a két oldalra szakadás, az most Szlovákiában is rendkívüli nyilvánvalósággal megjelent, és komoly érzelmek is fűtik ezt a két oldalt. Szlovákiában a pártpolitika elég darabos, tehát nagyon sok párt emelkedik ki, tűnik el, tehát nagy a fluktuáció, ilyen értelemben nagyon plurális a szlovák politikai tér. Ebből fakadóan kevésbé szokta meg a szlovák társadalom, hogy ennyire egyértelműen két oldalra szakad az ország. Volt már ilyen Vladimir Mečiar idején 1994-98-as kormányzás, ami aztán ugye Vladimir Mečiar leváltásával ér véget. Itt ez a másik nagy kettészakadás Robert Fico személyéhez köthető. Ezt a kettészakadást, ez lényegében a Kuciák gyilkosság indított el, aminek következtében Robert Fico 2018-ban kényszerült lemondani miniszterelnöki tisztségéről. Úgy láttuk, hogy ő már a politikai süllyesztőbe került, de valahogy a 2020-as évek elején ugye volt ez a nagyon káoszos kormányzás, és sikerült visszajönnie, visszatért a hatalomba, és most azért legyünk őszinték, ő is része volt annak a hangulatkeltésnek, annak az érzelmeknek, a felkorbácsolásának, amit itt az elmúlt hónapokban társadalmi polarizáció címén láthatunk. Szokatlan megosztottság, de semmiképpen sem számított senki azzal, hogy itt ilyen jellegű merénylet fog bekövetkezni. Pont ehhez kapcsolódik az a kérdésem, hogy egy ilyen merénylet nem segíthet egy kicsit összép húzni ezt a széttagoltságot? Tehát talán pont azért, mert akik mondjuk ellenlábosok, vagy nem értenek egyet Ficóval, vagy nem kedvelik, még azok is jó érzésű emberek azt mondják, hogy na, ez ilyen nincs. Abszolút, tehát ez történik, hogy azért Robert Ficóról lehet sok mindent mondani, de azért az minden határon túlmegy, hogy valaki ilyet kövessen el bárki ellen politikai célzattal, már pedig itt ez történt. Az viszont egy kicsit komplexebb kérdés, hogy ez most hogy fog hatni a társadalomban. Ha úgy tetszik, akkor Szlovákia most egy komoly vizsga előtt áll, úgy az egész társadalom, a politikai pártok, mint a sajtó, hogy fognak erre reagálni. Nagyon sokan politikai szereplők, sajtószereplő is már felszólították arra, hogy nyugtassuk meg a kedélyeket, ne használjuk ki ezt a politikai célok elérésére. Én kicsit szkeptikus vagyok e tekintetben. A politikai aktorok a merénylet következő percében, amikor megtörtént, már elkezdtek politikai húrokat pengetni ezzel kapcsolatban Szlovákiában, és tény és való, hogy a hivatalban lévő és a megválasztott államfő Zuzana Csaputová és Peter Pellegrin is közösen hívták fel arra a politikai pártokat, hogy kicsit csavarják le a kampányt, jöjjenek el egyeztetni arról, hogy mi lesz a következő lépés, és sokan erre nyitottak voltak, de nagyon sok politikai párt nem. Az lesz egy nagy kérdés, hogyha Robert Fico visszatér a hatalomba és vissza tud térni a munkához, ő hogy fogja megközelíteni ezt a kérdést. Ezek
ezek után a konszolidáció irányába fog elmozdulni retorikája szempontjából. Az elmúlt hónapok azért nem ebbe az irányba tolták a közbeszédet, ami az ő társadalmi megnyilvánulásait is illeti, vagy pedig hatalmának a megerősítésére egy legitimációs pontként fogja ezt hivatkozni, hogy ő ellen egy ilyen merényletet hajtottak végre, és ezzel próbálja majd megszilárdítani a hatalmát, tehát belpolitikai célok elérésére fogja kihasználni. Én úgy látom, hogy nagyon nagy szükség lenne arra, hogy az említett szereplők, úgy a politika, de a civil szervezetek, a sajtó, de az egész társadalom legalsóbb szintjéig is minél több olyan hang kapjon teret, ami arra szólít föl, hogy egy kicsit meg kellene nyugodni, mert ez a szembenállás, ez bizonyosan nem jó a társadalomnak, az embereknek, és látszik az, hogy egy ilyen merénylet is milyen indulatokat képes kiváltani, hogy reagáltak akár a komment szekciókban a választópolgárok, ez semmiképp se jó hosszú távon. Hogyan hat mindez a merénylet, illetve Fico kiesése a szlovák-magyar viszonyra? A szlovák-magyar viszony az elmúlt hónapokban, különösen Robert Fico miniszterelnöké választását követően mindkét oldal szerint kiemelkedően jónak tekinthető. Nyilván, hogyha abból indulunk ki, hogy Robert Fico vissza fog térni a hatalomba, meg fog gyógyulni, föl fog épülni ebből a sérüléséből, akkor ez egy időszakos átmeneti állapot, és az alatt az időszakos átmeneti állapot alatt is egy olyan hűséges politikai szövetségese helyettesíti Robert Ficot, aki valószínűleg még a gondolatait is ismeri, ugye Robert Kalinyák személyében. Tehát nem látom, hogy ha elfogadjuk azt a tézist, hogy korábban, az elmúlt hónapokban kiemelkedően jók voltak a szlovák-magyar kapcsolatok, és ha Robert Fico valóban visszatér, akkor ez az átmeneti időszak bármit befolyásol. Ugye a szlovák-magyar kapcsolatoknak az elmúlt hónapokra visszatekintve az volt egy nagyon fontos megközelítése, módszertana, hogy azokat a kérdéseket, amiben nem értünk egyet, a két ország nem ért egyet, azt félreteszik, arról nem beszélünk, és amiben egyet értenek, nyilván a két kormányzat, azokat pedig a közbeszédnek a homlokterébe helyezzük. Picit lépjünk túl a merényleten, és nézzük a V4-eket, amire hát most már jó ideje volt, hogy azt mondták, hogy igazából ez most már V1, mert Magyarország körülbelül egyedül maradt, és aztán Fico óta mégis úgy tűnt, hogy Magyarországnak akkor mégis van egy szövetségese. Szóval ámblok most, te hogyan látod a V4-ek helyzetét, és ez az egész hat erre? A V4 az alapvetően van egyfajta dinamikája. Volt sokféleképpen változott az elmúlt 30 évben. Ugye a 2010-es évek közepén a teljes mértékben V4-ről beszélhettünk. Aztán kialakult egy V2+2, hogyha úgy tetszik, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország páros. Ha nem is állt egymással szemben, a jogállamisági kérdések és az Európa politika alapvetően éket vert a szövetségbe. Aztán jött az orosz-ukrán háború, ami V3+1-et csinált egyből. Magyarország a háborús kérdések miatt eltávolodott a visegrádi partnereitől, és ez az állapot változott vissza V2+2-vé, a szlovák-magyar, illetőleg a cseh-lengyel tandemnek a létrejöttével, miután Robert Fico visszatért a hatalomba, és egy olyan kampánnyal tért vissza a hatalomba, amelynek a legfontosabb eleme az volt, hogy Ukrajna támogatását, ami a fegyverek szállítását inteti, fel kell függeszteni. Tehát, hogy a béke narratívának a hangsúlyozása, ez nagyon közel hozta a szlovák és a magyar kormányt. Éppen ezért azt látom, hogy ez a kormányzat, ami jelenleg Szlovákiában van, ennek egy nagyon fontos legitimációs pontja a béke narratívának a fenntartása. Tehát Robert Ficot, amíg helyettesíteni fogja Robert Kalinyák, nem gondolom, hogy ez a narratív ez meg fog változni. Én értelemben maga a merénylet nem kifejezetten érinti a visegrádi négyeket, mert a visegrádi négyeknek jelenleg a legnagyobb problémája az, hogy nagyon komoly nézeteltérés alakult ki a szlovák-magyar, illetőleg a cseh-lengyel tandem között, és ezek a nézeteltérések jó részt a háborús politikára, Ukrajna támogatásával kapcsolatos külpolitikára vezethetők vissza. Szlovákia álláspontja e tekintetben én úgy látom, hogy a következő hónapokban sem fog változni. Így a V4, én mindig úgy látom, hogy a V4-et egy olyan stratégiai együttműködés, ami valamennyi félnek valójában nagyon előnyös, és ezt
ezt a megközelítést kéne alkalmazni, hogy ez indokolja a V4-nek a fenntartását, hiszen mind a négy országnak rendkívüli módon előnyös, hogyha koordinálnak az egyes, akár európai csúcsok előtt, akár más jellegű ülések előtt, össze tudják hangolni a visegrádi érdekeket, és közösen tudják azt érvényesíteni, az mind a négy országnak kedvező. Viszont most azt látjuk, hogy a háborús politika más szakpolitikai kérdésekre is hatással van, a háborús politika miatt más szakpolitikai területeken maradtak el tanácskozások, amik hátrányosan érintik a közös érdekeknek vagy az érdekeknek a közös érvényesítését. Én úgy látom, hogy azokra a területekre kéne nagyobb hangsúlyt fektetni, ahol tudunk együttműködni, ahol pedig nem, ott minimalizálni azt a súrlódási lehetőséget, amely konfliktust képesek kiváltani. Itt most elsősorban a magyar-lengyel és a szlovák, vagyis a lengyel cseh és a szlovák-magyar tandem között. Tehát igazából azt mondod, hogy az lehetne a kotta, amit a szlovák-magyar viszonyban sikerült alkalmazni, arról beszélünk, ami közös érdek, és a többit tegyük félre. Abszolút, mert hogy azokban a kérdésekben, ahol viszont hatékonyan tudunk együttműködni, azokban a szakpolitikai kérdésekben ott fenn kellene ezt tartani, mert ott kölcsönös ellenőrzés valamennyi fél számára. Az, hogy a háborús kérdésben nem tud egyetértésre jutni a visegrádi csoport, az egy adottság. Az történelmi és egyéb geopolitikai sajátosságból is fakad, tehát ott megállapodásra nem fogunk jutni. Tehát a kulcs az, hogy hogy tekintünk a V4-re. Ez egy érdekérvényesítő, koordinációs fórum bizonyos szakpolitikai területeken, és semmiképp sem egy olyan szuperszövetség, ami adott esetben koordinálni képes a térségnek a külpolitikáját, ami a térséget magát, mint egészet képviseli, sokkal inkább egy-egy partikuláris területen egy koordinációs testület, és ekként viszont nagyon jól tud működni ez a szövetség. Tárnok Balázs, köszönöm. Én köszönöm.